A talán ezzel a lelkes kiáltással invitálták a település legkisebbjei a helyieket, hogy vegyenek részt a télüző rendezvényen. Az óvoda előtt gyülekeztek mindazok, akik szerették volna kivenni részüket a régre visszanyúló hagyományból, amelynek a településen újra van már múltja. Hát itt általában én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól lehet programokat szervezni, és elég sokan eljönnek minden egyes programunkra. Én azt gondolom, hogy igénylik az emberek azt, hogy egy kis közösségépítés folyamatosan legyen a településen. Én úgy gondolom, hogy minden hónapban megpróbálunk valamilyen programot szervezni. A kiszebáb égetést hosszú idő után tavaly szervezte újra a település közösségépítő céllal, amelyhez örömmel csatlakoznak a településen élők. Hogy fogjuk előzni a telet, hogy kolompulunk, meg kereplő, meg a kidobol az. Az óvodától a templom megkerülése után a művelődési ház előtti mágia rakáshoz vonult az aljos forgatag, hogy ott a téltől és bajtól megszabadítsanak mindenkit a kiszebáb elégetésével. Az idősebb generáció a vendégvárásból vette ki a részét az esemény alkalmával. Farsangi fánkot sütünk, már reggel 8 óta itt vagyunk, hála Isten elkészültünk vele, mire jönnek a gyerekek, meg aki ide szeretne jönni, mint szívesen kínáljuk. Teja, főzzük forralt bort. A télüző rendezvényt táncázzal zárták az atalaiak.